Tehát az anyagellátás egy raklapokban össze-vissza ládázva, semmiféle feljegyzéssel, a megoldás lett egy komisszionálkocsi, szintén egy megfelelő sorban mi van pakolva, tehát átálltatom a rendszer, kocsi beállott az óvat, hova kell a állított tolni, tehát úgy kell, nem tudom máshova tolni ezt a kocsit, ott van beállott, oda kell tolni, és mindenki fogva átlátni. A másik variáció, a csomagolány a tárolás, mint a szalagok végén történik a csomagolás, és ennek soha nem volt fix helye, vagy volt a szalagmenetanulára, vagy nem volt, vagy el kellett menni, tehát nem kell aggódni, hogy ez kieső időben jár. Megoldás, hogy minden szalag kapott egy ilyen komplet csomagolványt tároló rendszer, ahol úgy lehetne kialakít egyébként a méretek, hogy is ebben a másik is beletünk. Tehát ebben a hosszúban, ilyen van eszembe lesz, hogy mindent ezt ki fog bevezni. Tele úgy van megoldva fizikai, akkor csak azt lehet beletenni ebben a tároló rendszerben, ami oda van. De elég még van, észre kell mondani a dolgot. Következő, szintén mindenképes akció. Itt látod, hogy van a tárolva. Látod, hogy van a tárolva a mindenek ilyen tisztító eszközök. Megoldás ugye feliratkozva, egy kis álvát csináltunk, egy kis dolgot tudja, mit tudom, hogy pakol, nem kell meg kise keresni. Úgy dolgozó, hogy meg kise kell keresni, mert látod, hogy mi dolgo van. A másik tárolva, ez itt a kézi szelszámú tárolása. Régi volt fel, ilyen szelszámos tárolva, hogy a kézi szelszámú, és műszak váltáskor, műszak befejezéskor mindig dolgozó beadatta, és kivettem, hogy kellett. Nyilván az jelentős keresés is idővel jár, le is tudjuk egyébként, ez a 10 percet betenni műszakonként a dolgozó kiveszi, megkerestem hol van, ha nem, a kedvet másik szalagból, akkor két a másik szalagból. Megoldásként tettünk minden szalag egy ilyen kézészerszám tároló rendszer, mert ki van vágva a megfelelő kézészerszámnak az elrendetje, és az csak oda lehet berakni, másik nem. És így valami szerzám kell, oda megy rá, és helyén van, ott van egy kiveszés. De nem kell másik szalagra elmenni, nem kell keresni, viszont átadás átvétel, akkor láthatja a szalagvizet, hogy megvan minden szerszám, vagy nincs meg minden szerszám. Önnek ötös sokszor azt mondja, hogy nem áll másból, csak rendlakásból. Ötössel nem csak rendet lehet lakni, hanem veszteséget is lehet csökkenteni. De mondtam itt, ugye annyit, hogy bármi különösebb csináltunk volna, itt ez 10 perc volt ugye korábban ez a műszakonként szerszámcsere, kézi szerszám keresés, itt pedig már ugye csak egy két perc. Ugye megvan a helyet, oda ment, beradott, kivett a másikat is kész. Ugye de végig szorosan nem csak egyszerű és nagyszerű, úgy ezt tudom, hogy a dolgozók. Ötös akciót, hogy a bevetésen együtt dolog, a fenntartás egy rendszernek az a másik dolog, hogy szintén nehéz. Tehát van egy nehezebb rendszer fenntartani, mint bevezetni. És ezért első időszakban hetenként tartottunk ilyen ötös auditokat, ahol minden terület auditálásra került, és ilyen értékelés voltak, hogy az az eredmény, mint ez az előzőjéhez képest. És ezért kezeletes a dolgozó belé, most szépen visszaálltunk most a hangonképi ötös auditra, most elég a hangonképi ötös auditot megtartani a korábbi hetenként heti leadáshoz képest.